Mai alkalommal az áramlások rendszerének kialakulását próbáljuk megszemléltetni. Áramlások a légkörben és a folyadékban is kialakulnak. Akár a légkörben, akár a folyadékban a hőmérséklet különbség keletkezik, akkor a melegebb hőmérsékletű anyag sűrűsége kisebbé válik, felemelkedik. A levegőben a levegő emelkedik meg, és a helyére a környezetéről hűvösebb levegő áramlik, ezáltal kialakul a szél, illetve a magasabb légkörben a légáramlatok. Folyadékban is, ha fölmelegszik a folyadék, akkor a folyadék sűrűsége kisebb lesz, fölemelkedik a folyadék, helyére pedig alacsonyabb hőmérsékletű folyadéktömeg áramlik. Most az áramlások rendszerét folyadékban fogjuk szemléltetni, ehhez segítségünkre lesz egy üvegkád, amit vízzel telítettünk. A felmelegítést segíti a borszeszégő, illetve hogy a folyadékban az áramlás rendszert szemléletesebbé tehessük, ehhez káliumpermanganát színező anyagot fogunk használni. Azt várjuk, hogy a folyadéknak az a része, amit melegítünk, az fölemelkedjen, a fölmelegített folyadék szétterüljön az üvegkád felszínén, és a fölemelkedett meleg víz helyére az alsó rétegből hidegebb víz áramoljon, és az üvegkádban a felmelegített és a hidegebb víz kicserélődésével egy konvekciós áramlás jöjjön létre. Az üvegkád egyik oldalára teszek egy kis káliumpermanganátot. Ezt az oldalt fogjuk melegíteni. Azt várjuk, hogy itt hamarosan melegítés hatására meginduljon a folyadékoszlop fölfele, és hogy láthatóvá váljon, hiszen a víz ugye színtelen folyadék, hogy láthatóvá váljon a folyadék áramlása, azért tettük bele a káliumpermanganátot. Már látszik, hogy emelkedik fölfele a káliumpermanganáttal megfestett víz. Ez a jelenség légkörben is lezajlik. A fölmelegített napsugárzás hatására fölmelegített levegő fölemelkedik, és helyébe oldalról hűvösebb légáramlat érkezik, ez a föld felszínével vízszintesen áramló levegő a szél. Itt a folyadékban már látjuk, hogy elérte a folyadék felszínét a fölfele áramló megszínezett káliumpermanganátos oldat, oszlik szét a folyadék felszínén, helyébe alulról érkezik a hűvösebb, a kád másik oldaláról a hűvösebb folyadék, a fölmelegedett folyadék pedig a kádnak a túlsó végén elindul lefele, és kialakul majd egy körkörös áramlási rendszer. Ilyen jelenséget láthatunk a világóceánban, a trópusi területek felmelegedő vízoszlopa az elindul észak fele a hidegebb sarki vizek irányában, a sarkok irányából pedig délre a mélyben egy hidegebb áramlat alakul ki. Ilyen például a mexikói öbölből induló golfáramlat, ami az Atlanti-óceánba indul északi irányba. Ezek az áramlatok a hidegebb és a melegebb
folyadékréteg találkozásánál még kis örvényeket is keltenek. Ilyennel találkozhatunk, akár akkor is, ha fürdünk a Balatonba, és mélyebbre dugjuk a lábunkat, és akkor érezzük a hidegebb örvényeket.